meccsről volt egy jóváhagyott tüntetésünk, viszont mint kiderült ma reggel, amikor elkezdtük a színpadot állítani, fizikailag ellehetetlenítették. Egy rendőrsofőrrel szembe találtuk magunkat 500 méterre a helyszíntől, és nem tudtuk elhelyezni ott a színpadot. Elmentünk az oktogonhoz kifütyülni a konvojt, abban a pillanatban pedig, amikor a konvoj már látszott szinte, akkor engem konkrétan 16 darab rendőr állt úgy körbe, hogy a vállaink összeértek és a cipőink gyakorlatilag összeértek, és azt mondták, hogy igazoljam magam, mert hogy fokozott ellenőrzés van kiadva az ország területére, és ők úgy gondolják, hogy pont most, pont ott, pont engem 16-an körbeállva igazoltatni szándékoznak. Az igazoltatás történetesen pont akkor kezdődött, amikor feltűnt az elnöki konvoj. Ennek egyértelmű üzenete van, ha kritikus véleményed van, akkor azt folytsd magadba, mert különben megütheted a bokád. Mi az ajtót a nyugatnak kinyitottuk, oroszoknak, a Szovjetuniónak, a kommunizmusnak meg ajtót mutattunk. Lehet, hogy az olaj keletről jön, de a szabadság mindig nyugatról érkezik. Ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és azt gondolom, hogy el kell innen takarítani. És most ennek én úgy érzem, hogy eljött a nemzetközi lehetősége is, nem titkolom, az új elnök megválasztásával, az új amerikai elnök megválasztásával. Mi nem egy bezárt társadalmat akarunk, nem egy rendőrállamot akarunk, amilyen ma Oroszország, ahol újságírókat lőnek le az utcán, és lehetetlenítik el, ahol civil szervezeteket bélyegeznek meg, és lehetetlenítik el a munkájukat, ahol egyébként nincsen szólásszabadság, ahol egyébként egy kézzel irányított demokrácia van. Gyakorlatilag kiszolgáltatja Orbán Viktor Putyinnak Magyarországot évtizedekre. És ez már nem csak rólunk szól, ez a gyerekeinkről és az unokáink jövőjéről szól. Mi ma ugyanazért küzdünk, amiért 56-ban küzdöttek az akkori forradalmárok, nem akarunk még egyszer 40 évig egy ilyen lefolytott, legvidámabb barak lenni, hanem egy szabad, nyílt társadalmat szeretnénk megvalósítani.